1944. április 16-án kezdődött Magyarországon, azon belül pedig az Alföld északi területein a gettók kialakítása. Rövid idő alatt a hazai zsidóság nagy részét ezekre az elzárt területekre gyűjtötték, majd még a nyár elején elkezdődtek a deportálások. Szolnokon a mai Hilt tér helyén átfutó Csarnok utca körzetében alakították ki a gettót. Ide került Varga Béla is, aki akkor 14 éves volt. Egy hónapot töltött itt családjával, majd gyalogmenetben a cukorgyári gyűjtőtáborba vitték. Itt mindenüket, a fényképeket, a személyes tárgyakat, a könyveket és még a jegygyűrűket is elvették tőlük. Senki nem vihetett magával egy darab, egy szelet papírt sem. Se üresen, se okmányokkal. És ez lényegében annyit jelentett, hogy ettől a perctől kezdve már mi nem léteztünk, ugye, mert hát semmi okmányunk nem volt, és ezért nem is kellett velünk többé elszámolni. Innen még nyáron két vonat indult útnak mintegy 5000 a megyéből származó zsidó emberrel a vagonokban. Az egyik szerelvény Ausztriába, Bécsbe vitte a munkaképes embereket, ők nehéz fizikai munkát végeztek gyárakban. Ezen utazott Varga Béla is. A másik vonat egyenesen Auschwitz-Birkenauba tartott, ezen mintegy 2500 gyermek idős és munkaképtelen volt, őket azonnal megölték a haláltáborban. 2000 fős szolnoki zsidó közösség könyörgött a mindenható segítségét. Idén az egykori zsinagóga épületében emlékeztek a 74 évvel korábbi eseményekre. Azok között a falak között adták elő középiskolás gyerekek egy levéltöredéket feldolgozó műsorukat, amelyek között egykor a szolnoki izraelita közösségé imádkozott azért, hogy a dolgok jobbra forduljanak és megmeneküljenek. A műsor célja az események megidézése mellett a közös jövő lehetőségének megmutatása, illetve a vallástól független összetartozás erősítése volt. 74 év elteltével azért látni kell, hogy újra kell építeni, tovább kell építeni ezt az országot. Nagyon komoly erőket kell megmozdítani, hogy ez a nemzet nagyon erős legyen. Együtt kell ezt tenni, magyar zsidók és magyar keresztények. Azt gondolom, hogy nincs különbség, és mindenkinek szükség van az erejére, az alkotóképességére. Ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, és a gyerekek azt gondolom ezt átérezték. Biztos vagyok benne, hogy viszik tovább ezeket a gondolatokat. A megemlékezésen a Hilt téri emlékmű megkoszorúzása mellett az 5 szolnoki botlatókövet is felkeresték az emlékezők. A Szolnokról elhurcolt izraelita vallású emberek közül a rendelkezésre álló adatok szerint 799-en élték túl a holokausztot.